Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett csetépességi kormányzatának 2024 évi első ülésén. A Hegerűs Bernadett jelezte távolmaradását, de a testet ettől függetlenül határozatképes, illetve ma van látogatónk is, Varga István személyében. Először is engedjük meg, hogy minden kedves nézőnek, minden csetén lakosnak, illetve minden irántunk érdeklődőnek eredményekben, sikereiben és egészségben gazdag boldog új évet kívánjuk. Mai napirendi pontjaink a következőek. Az első az a település szerkezeti terv jóváhagyása, a második helyépítési szabályzat módosításáról szóló rendelet elfogadása, a harmadik rendőrkapitány kinevezéséhez hozzájárulás, a negyedik a polgármester 2024 évi szabadságtervének jóváhagyása, majd ötödik napirendi pontként röviden tájékoztatom a képviselőtestületet a 2024 évi költségvetésről. Szeretném megkérdezni a tisztelt képviselőtestületi tagokat, hogy van esetleg egyéb napirendi pont felvételi javaslatuk az itt elhangzottakkal kapcsolatban? Köszönöm az észrevételt, hogy a Magyar Falu program keretében egyeztetések után a lehetőségünk van benyújtani egy pályázatot az óvodai játszótér fejlesztésére, hiszen nagyon sok gyermek jár az óviba, és az a játszótér már, hát azt hiszem, hogy kicsit kicsi lett, így bővíteni szükséges, és akkor ez kell egy később testületi hozzájárulás. És akkor Erika, esetleg egyéb napra elmondja a javaslat? Település szerkezeti terv jóváhagyásával kapcsolatban nem tudom, hogy István hozzászólhat-e. Bármihez hozzászólhat, megadjuk a szót, de ez nem ezen fog múlni. Ja. Jó, akkor ez nem külön napirendi pont javaslat, akkor az említett hat napirendi ponthoz kérek van. Elevetés nincs, aki elfogadja, készfeladatásra érkezze. Megállapítom, hogy hat igen mellett elfogadva. Akkor a település szerkezeti terv jóváhagyása, tisztelt képviselőtestület megkapta a hozzá kapcsolódó előterjesztést. Ez az előterjesztés már egyszer megküldésre került emlékeim szerint a megyei főépítésznek, ezt a novemberi hónapban a testület már abszolváltra elküldte. Ugye az egész település szerkezeti terv és helyépítési szabályzat módosítására azért van szükség, mert a Törekvés utca meghosszabbítását ugye tervezi az önkormányzat, 2023-ban lezárta az ezzel kapcsolatos adásvételi előszerződések megkötését. Egy hiányzó szerződésünk van. Ezt a tegnapi napon abszolváltuk egy ügyvéd jelenlétében, sikerült a feleknek korrektel egymással megállapodni, mindkét fél számára megfelelő alkut megkötni, úgyhogy ez nem sértette az eddigi eladóknak az érdekeit, ez számomra volt a legfontosabb része. Mind a település szerkezeti terv, mind a helyépítési szabályzat módosítása kizárólag a Törekvés utca meghosszabbításáról szól, semmilyen egyéb változás nincsen benne. Ugye ez már nem az első település szerkezeti tervünk és helyépítési szabályzatunk módosítása 2013 után, hiszen 2013-ban talán Csetén volt országosan az utolsó, akinél ez elfogadásra került. 2020-ban is már volt egy módosításunk, és előtte még az iparterület kialakításakor is kellett egy módosítás végrehajtani. Az akkori gyakorlat az volt, hogy az önkormányzat ugye ezeket a módosításokat ugye saját költségén valósítja meg, illetve ráadoz, és amikor érkeztek be állampolgári igények, hiszen ezek mind a település fejlesztéshez kapcsolódó módosítások voltak, akkor azok a személyek, akik a plusz igényeket adták, az ő rájuk eső költség általánkülönben megfizették. Ez kettő ilyen módosítás volt emlékeim szerint még 2016-ban vagy 2017-ben. Én szívesen meghallgatom Varga István urat, hogyha van ezzel kapcsolatban bármilyen hozzáfűzni valója, azt viszont szeretném előzetesen mondani, hogy ennek a település szerkezeti tervnek az újabb módosítására a mai napon, és ebben a körben nem lesz lehetőség az említett ok miatt, hogy ez kizárólag a Törekvés utcáról szól, hogy a fiataloknak minél előbb terkeket tudjunk átadni a település fejlődése miatt, amennyiben olyan módosítási javaslat fog érkezni, ami tényleg elfogadható, befogadható, akkor a következő módosításkor ezt jegyzőasszonyban rögzíti, akkor ezt bele fogjuk tenni. Tehát ennek semmilyen akadály nem lesz, amennyiben egyéb egyéni érdek, vagy bármi ezt nem sérti. Jó? Hogyha van szót szeretne, akkor megadom, és akkor tudjon hozzátenni.
Igen. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm én is a polgármesterurat és a tisztelt képviselőtestületet. Olyan problémám lenne, hogy én azt gondolom, hogy a rendezéstervnek egy része hibás, amit a testületnek azt gondolom korrigálni kellene. Mondom a hibát, a Csetényi páskomról beszélünk, amit valamikor beraktak egészségügyi védelőnek mindenféle tiltakozásunk ellenére. Ezek két nagy probléma, amit hibát követett el, azt gondolom az akkori testület, hogy ezt így elfogadta a tiltakozásunkkal szembe, hogy berakták az egész páskomot szinte, berakták egészségügyi védelőnek és egészségügyi erdőnek, amivel az a probléma, hogy nyilván azt elfogadjuk, hogy a saját erdőnket berakják egészségügyi védelőnek és megkérdezésünk nélkül, hozzáteszem, azt még el tudjuk fogadni, azt viszont nem tudjuk elfogadni, hogy ősgyertről beszélünk, amire nem lehet fát ültetni. Tehát az a terv, hogy berakjuk egészségügyi véderdőnek, vagy berakjuk egészségügyi erdőnek olyat, amire soha nem lehet fát ültetni, mert ősgyert községi mintatér. Tehát nem is lehet ültetni rá. Egy, kettő, emiatt mindenféle. Tehát szeretnénk, ha az állatok oda kerülnek, ahol a helyük van, kint a legelőre. Na most, ha az egészségügyi véderdő az ősgyert, sem istállót, sem kiszolgáló, sem lakást nem lehet építeni, hogy az állatok ott legyenek, ahol a helyük van. Tehát kint a legelőn. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan hiba volt akkor, amit magának a testületnek kéne korrigálni, azért, hogyha valaki egy tanyát vagy állattartó telepet szeretne építeni arra a helyre, ahol a való, akkor ezt a tulajdonosok meg tudják csinálni. Én azt gondolom, akkor ez egy nagy hiba volt, nyilván az erdőt elfogadjuk, de egy ősgyertet nem lehet elfogadni egészségügyi véderdőnek. És azt arra kérem a testületet, hogy amikor erre lehetőség és mód van, akkor ezt számunkra adja vissza ezt a lehetőséget. Ennyit szerettem volna gyakorlatilag elmondani. Okay. Köszönöm szépen, ugye mi erről röviden beszélünk telefonon az elmúlt napokban. Ugye azért azt tudni kell, hogy ez 2013-ban fogadta a testület. Így van. 13-as testületből nem tudom, hárman itt vannak. Albert Mihály polgármesterül elterjesztése volt, alapvetően mindenki elfogadta. Egy ilyen véderdő sztori ugye volt az iparterület átadásán is, talán emlékszünk, megfutottuk ugyanezt a költ. Akkor ugye én felsoroltam jó néhány helyezőző számot, és talán te voltál az, aki felháborodva kérdezted meg. Hál' Istenem, én nem biztos, hogy van róla a videófelvétel, hogy jó, de kinek a területén fogjuk elhelyezni. Ez megvan? Így van. És ugye akkor mondtam, hogy nagyon egyszerűen az enyém. Pont azért, mert hogy nem szerettem volna azt, hogy bárkinek negatív érzés legyen abból adódóan, hogy az önkormányzat alapvetően ráteszi akarata ellenére a véderdőt, de amivel nekünk ezt felsőbb szintű utasításra kell megtenni, hiszen ezeket a kiváltásokat meg kell tenni, valóban el kell helyezni. És igen, ezek döntések. Nem megvédve a 2013-as testületi döntést, de bizonyára az ottani döntésnek nagy szerepe volt abban, hogy a páskomnak a területe az többnyire nem is erdős terület, de mégis ilyen cserjé és növekedő terület volt. Az, hogy annak hány százaléka véderdő és mennyi maradt ott ősgye, azt meg lehet vizsgálni, hogy ez tényleg probléma-e. Én nekem az az álláspontom ezzel kapcsolatban, amit megosztottam veled is, amikor telefonon beszéltünk, hogy tudomásom szerint azon előre, hogy mennyi véderdőnek kell lenni, kijelölt véderdőnek kell lenni. Szerintem teljesen rossz a szabályozás. Tehát a véderdő az, hogy bárhol kirakhatok véderdőt, hát szerintem a véderdőnek van egy kényelmi funkciójának, amit meg kéne határozni, hogy hol kell elhelyezni, és akkor nem lenne ilyen vitás eset. És amikor benyújtjuk ezt a módosítást, egy alternatív fejet fel kell ajánlani. Mi nem fogunk senki más kárára. Ilyet én legalábbis nem tudok támogatni senki más kárára ilyen terv módosítását. Ezt az akkori testület meghozta, ez egy érvényben lévő határozat volt, azóta eltelt 10 év, a mai napig valójában élő határozat. Azt tőlem nem ne várjátok el, hogy más kárára ilyet megtegyek. Én sajnálom azt, hogy annak idején 2013-ban akkor ezt úgy éreztétek, hogy a ti káratokra történik mindez. Én nem azt mondom, hogy lehet, hogy ti káros útjai voltatok annak a rendezési terv módosításnak, azért mert egy felsőbb szintű érdek, az pedig a közösségi érdek ezt megkívánta, mert ezt ki kellett jelölni. Amikor lesz következő terv módosítás, a kérelmet be lehet adni, de én nekem az a javaslatom, hogy akkor fogunk tűnt támogatni, megmondjátok, hogy akkor fogadjuk át. Tudom, hogy nincs már Csetényben terület, saját,
biztos, hogy van olyan gazdatárs, aki ebben együtt tud működni. Ugye az én esetemben, amikor én felajánlottam a sajátnak, és megnéztem a térképen, hogy mi, és ugye azt mondom, hogy én Vilmán ajánlottam föl, talán a 073, valami ilyesmi a Vilma. Az a világon nem lesz ott soha ilyen. Ugye a Páskon eset az azért más, mert alapvetően egy olyan háromszögben helyezkedik el, ami megközelíthető Cseténből, Jászról és Bakony-Nálnáról is. És igen, fejlesztési terület szempontjából nem utolsó, hiszen Bakony-Nálna részéről, ugye ott, ami kimegy, műút megy ki, van nagy áramhálózat, tehát biztos vagyok benne, hogy könnyebb fejleszteni oda, mint mondjuk majd valahogy Vilmára 200 év múlva. Tehát tudatosan arra kellene készülni, hogy legyen alternatív, hogy hol vigyük át. Tulajdonképpen nekem a probléma ezzel az, most azt tetszik mondani polgármester úr, hogy én ajánljak fel valamit cserébe. Most nekem kell felajánlani azért cserébe valamit, hogy az akkori testület, az akkori polgármester elvetett tőlünk azért, ezt az akkori, ha visszanézzük a videót, az akkori rendezési terv vezetője elmondta, hogy akkor lehet Albert Mihálynak ipari területe a Cigánytóba, a Cigánytónál, ha azt kompenzáljuk egy egészségi védelmővel. Tehát gyakorlatilag tőlem elvették a lehetőséget, és az akkori polgármester vette el a lehetőséget a saját javára. A saját javára. Tehát most ajánljak fel, tőlem elvettek valamit, most ajánljak fel valamit azért, hogy visszakapjam azt, ami az enyém. A lehetőségemet. Én azt gondolom, ez nagyon nem korrekt történet. Visszanézhetjük, mert a rendezési terv most is jó lenne, ha itt lett volna, nyilván a telek ez nem nagy dolog. De a rendezési terv írója itt lenne, meg tudnánk tőle kérdezni. Tehát jó lenne egy olyan fórum, mikor ezt falu rendezési tervnek hívjuk, hogy legyen egy olyan fórum, lehet, hogy nem jönnek el, de a lehetőséget adjuk meg a falunak, hogy ki mit szeretne építeni, mit szeretne csinálni, jöjjön el a rendezési terv készítője, üljünk le, és mondja meg, hogy ezt lehet, ezt nem lehet. Én azt gondolom, a falu lakosainak ez meg... lehetőséget meg kell, hogy adjuk annak, hogy akinek hosszú távú tervei, és reméljük, hogy a fiatalok, nem nekünk, nekünk már nincsenek annyira hosszú távú tervei, de a fiatalok, ha szeretnének valamit építeni, akkor a lehetőséget adjuk meg nekik, hogy tudjanak előrébb lépni. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális dolog. Jó, a röviden válaszolva, ebben a körben is különben volt kettő jelzés, ahol szerettek volna módosítást kérni, és felsőbb szintű jogszabályival ütközött. Megválaszoltuk rendesen, hogy miért nem lehet. Mert befogadtuk volna, ha lehet. Aha. Az egyik. A másik, hogy visszafordítva. Igen. Annak idején hoztak egy döntést, ami személlyel kapcsolatos sértettséget okozott. Most minket arra kér, hogy hozunk egy olyan döntést, aki majd más személyére kapcsolatos. A testület hozta azt a testület is, hozta. A beleegyezésünk nélkül. Tehát a saját magántulajdonunkat olyan hátrányba hozta a testület és az akkori polgármester, ha az ő javára fordítsa, én azt gondolom, hogy ez etikailag az úgy illik, igen, hogy a következő testület, aki sokkal korrektabb, mint az előző volt, az visszaadja a jogosítványunkat, és visszaadja a vagyonunkat, mert ez vagyon. Az, hogy tudok oda csinálni egy tanyát, oda, hova kell, én azt gondolom, ez a gyerekeink és másnak a gyerekeinek a jövőjét vették el. Csak azért mondtam azt a javaslatot, hogy úgy kell rákészülni, hogy legyen megmondani, hogy hova. Az legyen leegyeztetve, mert az önkormányzatnak nincsen területe. Nem tudunk saját területre tenni védelmet, egészségügyi védelmet, nem tudjuk áthelyezni. Meg kell mondani, hogy hova. Legyen egy konszenzus gazdatársakkal, igen, és még mondom, hogy jó, akkor ide rakjuk azt a védelmet. Akkor mondjuk azt, hogy ajánljunk fel. Én fölajánlom. A Cigánytót szüntessük meg ipari területnek, soha nem lehet ipari terület, mert vízgyűjtő terület, belemegy a Gajába, a fehérvári víztározóba, és mindenki visszakapja a sajátját. Elbeszélünk mellett, azt mondtam, hogy konszenzus. Az azt jelenti, hogy a Cigánytó tulajdonosa ez hozzájárul. Tehát nem más farkába verik a család, bocsánat. Ő verhet az övé. Az 2013-ban megvolt, ez most minket nem hidegen, hogy mert foglalkozunk az ügyel, azért mondtam alternatív javaslatot. Ez az alternatív javaslat szerintem korrekt. Van éppen elég gazda a faluban, nagy területtel rendelkező gazdák is. Biztos, hogy vannak olyan részek, ahol ennek a kijelölését ki lehetne venni. Ott van a Tóth Róli, talán a Földbizottság elnöke még. Akkor üljetek össze, beszéljétek meg, hogy akkor tömbösítsünk egy ilyen részt, és akkor oda kerüljön majd át a következő rendezési terv módosítását. De olyat ne tegyünk. Tehát abban a hibában ne lépjünk akkor bele, amiben 2013-ban a testület belépett,
hogy a tulajdonos elvén vagy bármilyen hozzájárulás nélkül a tulajdonos kárára döntött. Kárára döntöttek. Jó, azért, hogy a polgári polgármester elénybe kerüljön. De akkor a legnagyobb földtulajdon szeretném megkérdezni, hogy segít abba, fölajánl egy 20-30 hektár egészségügyi védelmet? Meg lehet kérdezni a legnagyobb földtulajdonost, az elénybe megyünk. De a tisztelt polgármester, akkor az egyik legnagyobb földtulajdonos. Az én magam részéről én nyitott vagyok erre, hiszen én múltkor is azt hiszem, hogy ezt gyakoroltam. Igen, igen, azért kérdezem. Azért kérdezem. És az, hogyha van egy ilyen találkozó, leülünk 60-70, nem tudom, kinek van viszonylag nagyobb területe, döntsük el, hogy hova tömbösítsük ezeket a védelmeket, és akkor felajánljuk. Nekem nem fog fájni. Egyszer, de akkor mondom, egészségügyi védelmi. Nem vágható az erdő. Jó. Csak bizonyos idővel ki fog abba tulajdonképpen gazdatás belemenni, hogy a saját vágható erdőjét leszabályozható, nem vághatóvá, azért, hogy az akkori polgármesternek a hibáját korrigálja. Tehát én ezt nem várhatom egyik gazdatásomtól sem. Én tehát értem, én azt gondolom, viszont, hogy ez azt fogadjuk el, hogy ha nincs konszenzus, nincs módosítás. Nem tudjuk mások kárára. Én azt elmondtam, beszéljünk róla, nézzük meg, a 2025. január 1-től kötvező a helyi főépítést is foglalkoztatni, de a Németh Ferenc említett úr segíti a milyen irányú munkánkat. Megkeressük őt akár már jövő héten, tehát rendezési terv módosítás 2024-ben szerintem nem lesz. 25-ben várható, hogy lesz majd egy rendezési terv módosítás, és akkor már úgy megyünk neki, hogy felkészülve erre az igényre, kezeljük. És igen, az jó néhány egyeztetést fog magába vonni. Én azt gondolom, hogy a 20-30 hektártalán húzó lehet. Hát a legelőtt sokkal több van. Igen, de az elmondottak alapján, hogy 20-30 hektár védelmet kellene valakinek kijelölni a saját. Akkor azt gondolom, fordítsuk vissza a dolgot, akkor megkérem a tisztelt polgármestert és a testületet, hogy beszéljen az előző polgármesterrel, üljenek le tárgyalni, mivel soha az életben nem lehet ipatterület, mert vízgyűjtő, hogy lépjen vissza, és legyen általános mezőgazdasági terület. Akkor is, ha van százalék beépíthetővé, lépjen vissza, mert azt gondolom ez a korrekt, ez etikus, mert nagyon sok embert azon a 80 hektáron tönkretesz azzal, hogy nem tud építeni, és nem tudja fejleszteni a gazdaságát. Én azt gondolom, hogy... Ha nagyon sok ember viszont lesz építő néhányra, jó, tehát legyünk egy kicsit tárgyalagosak, azt szerintem annak nincs akadálya, hogy a cigánytól tulajdonosát megkérjük, mert utasítva nem utasíthatjuk. Ezt tudom. Felvázoljuk neki azt a tényállást, hogy az iparterület, amivé annak idején be lett írva, az valószínű nem lesz soha iparterület, hiszen az iparterület elhelyezés egy olyan környezetbe esik, ami földrajzilag gyakorlatilag mélységek, magasságok miatt nem kivitelezhető. Ugye ez már így történt, hogy a belső részre esett, és kérjük abban való együttműködését, hogy az iparterület besorolást erről vegyük le. Tehát hogy gyakorlatilag okafogyott az, hogy az iparterület legyen. Igen. Ezt meg tudjuk neki írni, de itt nem, ettől függetlenül ez az ő saját döntése, és ha azt mondja, hogy nem, akkor nem. Ezt én értem. De meg is értem, hogy saját döntése neki, a miénk nem volt. Figyelj, de akkor... Tehát a miénk nem volt akkor? Tehát nekünk is a saját döntésének kellett volna, és két, ha visszatetszik emlékezni, polgármester úr, kézzel lábbal tiltakoztunk, hogy ne legyen. Sokan voltak azon a közben. Sokan voltak. És én magam is eljöttem megnézni, hogy kezelik a feszültséget, nem sikerült. És sokan tiltakoztunk, és akkor nem a mi döntésünk volt. Kicsit érdekes. De azoknak volt a döntés, akiket megválasztott a tisztelt állampolgár, és átruházta a döntési jogkört. Megvezetett bennünket egy az egybe. Megvezetett bennünket. Tartozunk az ilyen kijelentésektől, mert Albert milyen hála Isten jó egészségetől. Jó? Pista? Így rendben van? Nagyjából ennyi. Ezt elmit szeretnék, hogy nem tudom, ez írva lett egy jelzőkönyvet szeretnék erről kapni. Hiteles jelzőkönyvet szeretnék róla kapni, hogy ezt nekem meglegyen. Ennyit szerettem volna. Jó, a jelzőkönyvnek a tartalma az lesz, hogy a polgármestert az itt elhangzottak leírásra kerülnek, röviden, nem szó szerinti jegyzőkönyv, akkor az szó szerinti, aki élet. Én szeretnék szó szerinti. Jó, akkor szó szerinti jegyzőkönyv is szó szerinti. Tudani, akkor az Erikának a mondatát is beleírjuk. Beleírhatod nyugodtan? Jó, Erika. Vállalom mindenért. Jó, annyit szó szerintit kérek, megmondom azt, igen. És benne lesz az, hogy akkor én pedig vállaltam azt, hogy a tulajdonosokat felkeresem ezzel a céllal írásban, és kérem az ő nyilatkozatokat. Annyi kérdésem esetleg lehet, hogy egy testületire a tulajdonos, hogy a testület is tudjon vele beszélni, hogy mi az elgondolása. Meghívni meg hogy... tudjuk, de tudjuk, hogy nem fog itt lenni. Aha, nem fog eljönni ön szerint. Mikor láttad utoljára? Hát azt lehet mondani, hogy jó egészségi állapotban van, azért gondoltam, hogy egy testület elé, akkor be tudjuk. Nem mondott igaz a polgármester úrnak megint.
Hát az ő szemszögéből az, hogy van most mit. Igen, na jó, tehát ennyi szerettem volna. Én azt gondolom, hogy... Nem, állítást fogalmaztam. Hogy? Semmi, csak erikán is. Ja, én azt gondolom, hogy ez így lenne etikus, ha ezt a testület, de ez nyilván ezt a testület eldönti. Én azt gondolom, hogy erről a jegyzőkönyv, ha elkészül, én ezzel tudok tovább lépni. Más tulajdonos társak is megkértek, aki most nem tudott eljönni, hogy ezt mondjam el. Megmondom, esetitok, a mellettem levő területet szeretnék értékesíteni. Az, hogy? Az új vevő kérte azt, hogy lehessen ráépíteni, és ők is emiatt értékcsökkentve tudják eladni, emiatt az akkori testületi döntés miatt. Mindent megértek, iszonyú befogadó vagyok. De nem lehet mindenbe. Csetében nem lesz ellen harcol. Tudom, hogy ők nem azt akarnak, csak hogy azért vannak a szabályok, hogy azokat betartjuk. Lehet ez csendrendelet, lehet ez útfelújítás, lehet ez bármi. Annak idején, amikor meghozták azt a szabályzást, annak megvolt az oka. Az, hogy eltelt 10 év, és új igényeknek is meg kell felelni, mert hogy változik a környezet, ezeket az igényeket felül lehet vizsgálni. És lehet újra szabályozni. Tehát én elmondtam az előbb is, hogy nem ellene vagyok az újra szabályozásnak, nem ellene vagyok annak, hogy ott ne változzon a védelmőbe sorolása. Elővesszük, foglalkozunk vele, ma délután tudomásom szerint meglátogat engem ez a befektető, igen, fog jönni a hivatalba, ő is el fogja szerintem nekem mondani ezeket a kérdéseket. És hogyha ez annyira sürgős lesz, akkor elnézést, erre nem 25-be kell módosítani, 24-be is lehet módosítani, ennek a költségét akkor majd ő átvállalja, csinálja. Tehát azért ez nem egy, hogy a Balatonfüreden azt hiszem 25 milliót kérnek egy rendezési terv módosításáért, itt egy másik 2 millió forintból megcsináljuk, és akkor... Ezért gondoltam, hogy jó lett volna ebbe beletenni, hogy akkor egy összeggel elment volna ez is. Ezért gondoltam ezt. Az más típusú lett volna az a módosítás, nekünk az elsődleges a Törekvés utca, és ez vitásügy. Tehát elmondtam, és továbbra is állítom, és tartom, konszenzust kell hozni abban, hogy hol legyen a véderdő. Nem fogunk olyat csinálni, hogy akarata ellenére, hogy a hozzájárulás nélkül valakinek a telkére rátesszük. Mert az jogszabályellenes egyébként? Hogy hozzátesszük. Hogyha ha engedélye nélkül rátesszük. Nem, azt hiszem megtették annak idején is. Tehát ezért kérdezem. Nem fogadjuk ki egymás szabályt, vigyázunk egymásra, jó? És azt se felejtsük, hogy az önkormányzatnak van egy felügyeleti szerve, ezt úgy hívják, hogy a vármegyei kormányhivatal. A rendeleteinket átnézi, elfogadja, és hogyha valami nem tetszik, akkor azt jelzi. Az egészségügyi véderdővel vagy a véderdővel kapcsolatban a testület nem tudom mennyire van otthon, azt tudni kell, hogy az erdészeti törvény és a rendezési terv az két külön történet. Tehát ha az erdészet megadja a vágásengedélyt, mert vágás érek, és a rendezési terv szerint nem lehet, mert egészségügyi véderdő, akkor a pénzbeli különbséget a testület fizeti, illetve a település fizeti, mert károsult lesz az egészségügyi véderdő miatt a tulajdonos. Tehát azért ezt tudni kell, a véderdővel óvatosan kell bánni, mert az a településnek a kárára lehet, ha az vágásos. Nyilván én azt gondolom, az én részemet a páskonot én soha nem szeretném vágni. Tehát ez engem, ez a része úgymond. Köszönjük a hozzájárulást a közöshöz. Mert ha nem veszünk el, már az is hozzá. Hogy? Ha nem veszünk el belőle, már az is hozzá. Én azt gondolom, hogy ez. Jó, akkor ez így elfogadható. Gyerünk, mindent küldjük. Igen. Az adatokat a titkárságon megadott, és akkor ott ezt el fogjuk küldeni. Köszönöm szépen. Ahogy elmondhattam, köszönöm a polgármesterúrnak, és köszönöm a jogviselő jegyzőnőnek szintén. Köszönöm szépen. Akkor szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtesti tagot, hogy a megküldött település szerkezeti terv elfogadását az említett okok mellett kérem próbálni, hogy a Törekvés utca tovább menjen. Ki elfogadja a készfogadásra? A Törekvés utca hozzá. Köszönöm szépen. Hat igen. Következő napi rendi pontunk a helyépítési szabályzatról szóló rendelet módosítása. Úgy szintén a Törekvés utcával kapcsolatos rendelet módosításról beszélünk, ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. Ezzel nagyon nagy munkája lesz Jelzsi asszonynak, tudomásom szerint. Viszont el, mi az információ rendszer? A Loklex. Loklexben való felvétel súlyos 30%-os terhető jelző azt mondja, hiszen a 2020-as felvétel sem sikerült teljesen jó, és a 2013-as lett, ez most újra kell jönni. Ez kb. Egy hónap megfeszített munka lesz a jelző asszony részéről előre, és köszönöm a munkáját.
az építési szabályzattól kapcsolatos rendelt módosítást, aki jóvágyó következtetésre érezze. Köszönöm szépen. Megszólalhatunk egy pillanatra? Tehát a helyi először felteszünk a kezünket, felbeserik, és az Attila volt az első, és majd megadom a szót akkor. Igen, Attila. Tehát most nem figyelt vagy, akkor mire kell szavazni? Most egy építési szabályzat módosításáról szavazunk, ez úgy szintén kizárólag a Törekvés utcával összefüggő módosítás, semmilyen más ilyen nem tartalmaz, aztán a kormányhivatal alapján elfogadjuk, jóvá hagyjuk, és most még egyszer be kell küldenünk egy minden módosítás. Aztán vagyunk, természetes. Jó. Erika, szeretném valamit mondani. Annyi a kérésem, hogy amikor kiküldtek az anyagot, tegyetek szívesek, egy kicsit nagyobb, mert lehetetlen volt a jelmagyarázatot ezen a térképen is megnézni. Gondolkodtam, hogy bejövök, és elővedetem veletek a térképet, de nem volt rá időm. Jó, mert ez is csak elektronikusan van. Igen, köszönjük az építőjelzőképpen. A elektronikusan tovább is nem tudjuk küldeni ezeket. A plusz jeljelzi a PDF-en vagy bármilyen adjuk a képet, és ki lehet menni. Nem tudunk más csinálni egyiket, tehát minden igényt igyekszünk teljesíteni, de egy kicsit maradunk két lábbal a földön, a 21. században vagyunk. El lett mondva az is, hogy elektronikusan szívesen küldjük, azt mondtátok, hogy küldjük papíron, mert szeretitek, hogy a fákból lapot készítünk, el van készítve ez is. Minden nem fog menni. De ha bejössz, vagy szólsz a jegyzőasszonynak, akkor ő is meg tudja mondani ezt a pluszlogont a PDF-en, és meg tudjátok. Egyrészt nekünk akkor időpontot. Jó. Akkor aki a módosítást elfogadja, kérem készfeltartást kérdezni. Köszönöm szépen. Most van a legfontosabb? Igen, itt. Bocsánat. Rendőr kapitány kinevezéséhez hozzájárulás. Nem, tárgyalok hozzá. Most erre mit mondom? Jó, különben jönnek hozzá jövő héten csütörtökön. Azt hiszem bemutatkozni. A rendőrkapitány asszony lesz a jövőben. A mostani veszkéni rendőrkapitány lát egy pápára a Klaus úr lehet rakni. Jó erőt, egészséget kívánok hozzá. A kérdezés hozzájárulásával ellenvéleményt megfogalmazni nem szeretnék. De én javaslom, hogy járjunk hozzá. Aki elfogadja, kérdezik készletlenül. Köszönöm szépen, hogy igen. Polgármester 2024 évi szabadságtervének jóvágyása. Ezt mint már ismert, el kell készítenünk. Rettenetesen sok szabadságon van. Nagyon várom, hogy eltölthessem, mindentől távol. Természetesen az ítelfogó szabadságterv a szükséges, a helyzet azt kívánja, akkor módosításra fog kerülni. Mert máskor is el tudok menni szabadságon, de mégre van írva, ez csak egy terv. Igen. Időrományos? Igen. Nem ír végig szóval, nem. Októberig. De június 10-én, ha úgy van, én már nem jövő van menni. Most akkor a választás, bocsánat, szólhatok? Igen, mindenképpen szeretném. Választás mikor lesz? Melyik? Az önkormányzati választás. Amikor az első, június 9-én. És akkor itt a mandátum az meg október. Igen, az egy izgalmas időszak. Arról tudtok valamit? Tehát majd nem lenne. Te vette a kamera, vagy a... Persze. Te megmondja. Jó? Írd el. Majd kiír róla a részegszabályozást, jelenleg nincs szabályozva. Én azt gondolom, hogy ennek tök egyszerű módja van. Amennyiben változás van a polgármester személyében, akkor az első napon kell tartani rendkívüli testületülést. Az éppen aktuális, hogy nyertes polgármester, aki hivatalba lépne októberbe, őt be kell hozni a polgármesteri feladat, mint külső alpolgármester. A polgármester általi a feladatot is hazani. Én legalábbis ezt tettem. Tehát az biztos, hogy cirkusznak nem leszek a része. Pont lesz elég cirkusz júniusig. Ezt szerintem ott elvágyósan meg lehet csinálni, és én ezt fogom javasolni, hogy természetesen nagyon a választó akarata ez lesz. Jó? Köszönöm. Jó, akkor a szabadságtér rendben van. Köszönöm, elfogadtam. 2024 évi költségvetésről szóló tájékoztatás. Ugye szeretnénk 2024. február közepéig elfogadni a költségvetést, a 2024-es.
A 2024-es költségvetést ugyanúgy, hogy az eddigi években bázis alapon tervezünk. Ugye, ami jelentős módosítás lesz a költségvetésben, hogy hozzá került most ugye már a két csoportos bölcsődének a finanszírozása is. Ugye ezeknek folyamatosan kapjuk meg a tájékoztatást a tisztelt államkincstártól, hogy ennek milyen pénzügyi vonzatai, forrásai vannak. Ugye el kell majd fogadnunk a költségvetéskor mind Csetény önkormányzatának költségvetését, mind a közös hivatalok költségvetését és az óvoda és bölcsődei intézmény társulás költségvetését is az abban résztvevő képviselőtársaknak. A 2024 év az nevezhetjük választási évnek, de nem választási költségvetést csinálunk, tehát az szerintem felejtős. Alapvetően a település fejlesztése működtetése továbbra is az elsődleges cél. A tisztelt képviselőtestülettel beszéltünk arról, hogy a járdák felújítására most már rá tudunk fordulni. Itt az egyik legfontosabb feladatunk az az lenne, hogy akkor a Hunyadi utcát, az Arany János utca kereszteződéstől a Hunyadi utca végéig, ugye ott a régi időkben még voltak kitaposott ösvények, amiket járdának hívtak, ezért azoknak a helyreállítását fogjuk tudni kezdeményezni. És ha helyreállítást kezdeményezünk, felújítást kezdeményezünk, akkor az nem építési engedély köteles tevékenység. Ennek a kivitelőtervének az előkészítése az már zajlik. Majd ajánlatokat kapunk először a kivitelőtervekre, és akkor ezt majd a testület el fogja fogadni. A másik rész, amit érdemel, amit mindenképpen javasolnék járdafelújításként, az a Bem utca és a Hunyadi utca közötti szakasz. Ennek oka az az, hogy már előfordult az elmúlt években, hogy egy állampolgár bár mobiltelefonnyomkodása közepette elesett, és a TB ránk vette a tárpénzköltségét. Tényleg vannak ilyen súlyosabb, rosszabb részek, így annak a felújítása, hogy ebbe beleesne a buszmegállónak a felújítása is, hiszen ott a buszok szerintem indokolatlanul rának a térkörés, azt meggyűlik, ezért ott egy szükséges lesz egy korlát elhelyezése is. És ugye a Magyar Közúttal lévő projekt az nem állt meg, nem tűnt el, azok az egyeztetések zajlanak, csak kicsit lassulnak. De remélem, hogy hamarosan rendületet vesznek. Ugye itt újra kell egyeztetnünk az építési törvény módosítása miatt, hogy most akkor mi fizessük ki azokat a terveket, vagy nem. Ugye arról van szó, hogy a településen átmenő 82-16-os út teljes burkolatának felújítása, a település központjában lassítósziget vagy körforgalom elhelyezése, a csordacsapástól a település központjáig ugye parkolók kialakítása, a villanyoszlopok földalávitele, a település két végén lassító sziget kialakítása, hogy a bejövő forgalmat igyekezzünk lassítani. És ugye, ami még 2024-ben mindenképpen megvalósul, ez a zebráknak a kialakítása, egy zebra biztos, a központi zebra. Ennek az építési, vagy a tervei elkészültek, ezek megvannak. Ezeket szerintem március-áprilisra abszolválni is tudjuk. A zebrákkal kapcsolatban még egy kicsi nüansz, hogy ugye tavaly szeptemberben hirtelen felindulásban a Csetényi Polgárőrség gyorsan elkezdett frakcióba lépni, és akkor ő majd irányítja a forgalmat. A lendület és a személyi állomány ez elfogyott sajnos. Én ettől függetlenül köszönöm a polgárőrségnek az eddigi munkáját, hiszen ez egy jó kezdeményezés volt, egy jó szokás, de alapvetően tovább vittük azt, ami a konténeriskolák idejében kialakult. Ugye most a Zöld Papír Tomcsőri Kft. Munkatársai váltott műszakban, heti váltóban elvégzik a forgalomirányítást és a gyermekek biztonságos átkelésének segítését, amíg nem lesz zebra. Ha lesz zebra, akkor mindenkinek javaslom a zebrán való átkelést. Jó, két zebra lesz, az egyik az orvoslakás és a takarék között. Az nem kell engedély, hiszen az önkormányzat saját tulajdonú belterületi útja, a másik pedig ugye 82-16-oson átmenő zebra. Ott szükség lesz még a közvilágításnak a szintjének az emelésére is. Aztán ezen kívül a 2024-ben, bocsánat, írtam elő egy jegyzetet, 2024-ben, ami kimondottan fontos még számunkra, ugye ez a Szőlőben, a Varga-hegyen, akkor meg fogjuk tartani, még nem tudom pontosan mikor, de szerintem két héten belül a tájékoztatót a telek tulajdonosoknak, hogy ki szeretnénk vinni a villanyt a Szőlőbe. Ugye ennek a költségeit az önkormányzat magára vállalja addig a pontig, amíg a telek tulajdonos nem köt rá. Tehát alapvetően hitelt adunk.
mondhatjuk ezt, hiszen mi fizetjük ennek a kivitelezési költségét, mert Szápár abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Kukoda Péter alpolgármester úr annak idején szerintem utolsók között ezt végtaposta az elmondáncban, és nekik ez ingyen meg lett. Ott is kellett valami hozzájárulást fizetni különben, de akkor ezt meg tudjuk csinálni mi is a Varga-hegyen. Aztán a másik, de ugye ez már régi sztori, csak az éppen aktuális felelőse sosem tudott vele foglalkozni. Aztán ugye természetesen a mondjuk ez költségvetéseket nem érintő tétel, de azért elmondanám, hogyha már polgári, nem is elméletlenségnek nevezném, hanem tudatos törvénysértésnek az 1988 évi első törvény, hogy kártyúkat minden évben megcsinált az önkormányzat, meleg aszfalttal, hideg aszfalttal, ezt most is megteszi, amikor elmentek a fagyok, hiszen így tudjuk arról tartani. Az út patkák feltöltését egyszer csináltattuk meg külső vállalkozóval, majdnem 8 millió forintot itt a biztosan. Szépen fokozatosan hozta a Murvát, betermelte és feldolgozta. Most annyit csináltunk, hogy már decemberben megvásároltuk a Murvát, nem sokat, még csak két billencse. Azt a kocánkat engedte letenni a saját területén, és akkor most vettünk egy vibrót is, és akkor szépen az önkormányzati kollégák lapát, visz, tölt, vibróz. Ezzel el fog menni egy kis idő, de töredék áron természetesen, hiszen munkaidőbe fog beleférni. Aztán, ami még előttünk áll, ugye a Kiskápolnának a felújítása, a katolikus Kiskápolnának a felújítása, hiszen az írci önkormányzattal sikerült megállapodni a Holicsely Károlynak az exhumálásáról, annak a költségeit az írcváros fizetés, akkor mi újra temetjük Holicsely Károlyt. A Csetényben is méltó helyre helyezzük mindezt. Röviden ezek lennének a fő számok, amik szerintem jelentős költségtételt okozhatnak, természetesen a Törekvés utcának a közművesítése mellett, hiszen a közművesítés lesz egy nagyon nagy költség, telkenként körülbelül 2-2,5 millió forintba fog kerülni egy közmű, de ez csak egy olyan költség, amit visszakapunk, hiszen a telkek értékesítése során ugye a mi ráfordított költségeinket az ingatlan tulajdonosok visszafizetik az önkormányzatnak az adásvétel szerződés megírásakor. Ezek a költségvetést érintők. Van-e esetleg ehhez bárkinek még javaslata? Tárgyaljuk kétszer fő tárgyaljuk a költségvetést, elkészülnek a kollégák, akkor minden ilyen javaslat, ami eddig bejön, azt megvitatjuk, belefér a költségvetésbe, tudjuk-e finanszírozni, mely idén vagy jövőre, esetleg előirányzatban megfejlik. És utána lesz az lesz egy nagyon hosszú testületülés, egy második tervezet biztos megiszoknak, kiszállalok kétszer, és akkor azt követően lesz egy ilyen bázi formai testületülés, amikor mindenki megértette, mindenki elfogadta, mindenki javaslatát megjutattuk, ami úgy van, beletesszük, és akkor elfogadjuk. Ez, mindjárt megmondom, szerintem ez február 21. vagy február 28 lesz. Meddig kell fogadni? Február 15. 15-ig kell a végső? Azt cumit. De szerintem azt majd nézzük meg. Jó. Mert, mert eddig úgy volt, hogy február 15-ig el szoktuk fogadni, ez igaz, de nem, de én tudom, február utolsó napja, de mindegy, akkor ezt igazítjuk. Csak a kollégák terhetségét is figyelembe kell venni, és ugye két testületülést kell tartani, tehát a legrosszabb esetben február 7, 14 és 21. Jó? Tehát a 7-én lehet az első körös hosszú tárgyalás. Jó, akkor a mindenki a saját beosztását a munkahelyén akkor legyen szíves így előirányozni. De még egyszer 7, 14, 21. Ezek a szerdai napok. Jó. Jó? Jó, a tájékoztatást ezt tennék, a kérem ennek elfogadását, és utána majd lesz egy mondatom. Mert elfogadja a tájékoztatást? Köszönöm. A következő az... Ja, még van egy napi rendi pont. Jó, akkor a pályázat beadását először, és utána van egy mondatom. Semmi extra, elgondolkodható mindenki. A Magyar Falu Program megjelent decemberben, és jön már 12-ig lehet beadni a Magyar Falu Programnak az új pályázat részeit. Sajátságosan jelentnek a felhívás. Egy tételre lehet pályázni, maximum 6 millió forint, amit ebben az esetben az óvoda játszott ér lehet, de önkormányzati ingatlan felújítás, de arra nincsen pénz, tehát azért nagyjából elosztható, hogy ennyi pénz van, ennyi település van, akkor ennyi ott egy településre, ahol mindenki pályázik, nem pályázik, mindig, és akkor
5 millió forintra fogunk pályázni. Sokkal nehezebb már benyújtani egy pályázatot, mint egy évvel ezelőtt. Még egy játszótérhez is tervet kell csinálni, térképen való elhelyezést, minden. Ezt ugye Eszterrel, ő csinálja. A Eszter csinálja szinte egyedül, a Kelemen itt avatkozik Brandival, hogy küld hozzá szükséges dokumentumokat, amit a bekérte az ajánlatokat. Ezek az ajánlatok csak a pályázat beadásához szolgálnak, majd amikor megnyerjük a pénzt, akkor majd versenyeztetünk egy kört, és akkor majd annak megfelelően szerződünk a legkedvezőbb ajánlat, összességével a legkedvezőbb ajánlatot tevővel. Ehhez kell testület jó ajánlás, hogy beadjuk a pályázatot. Még mielőtt valaki megkérdezi, 100%-os támogatási intenzitású pályázat. Mi annyit fogunk vállalni, hogy a telepítés költségét az önkormányzat vállalja, mert irreális, hogy mennyit telepítenek egy játszóteret a külső vállalkozók. Jó? Aki ezt elfogadja, hogy az óvodának a játszóterét tovább fejlesztjük, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, hadd igen. Jó, akkor a normált azt befejeztük, nekem egy megjegyzésem lenne. Részben felháborítónak tartom azt, hogy egyre többször fordul elő, hogy alapvetően is nehéz helyzetben lévő családokat nyerészkedők lehúznak, ingatlanaikat megszerzik, albérletre kényszerítik, majd azt követően földön futóvá teszik. Ez 2-3 ilyen eset van ma csetében. Ezeket fogalkörömmel írtani és gátolni kell. A levelet fogunk írni a Magyar Eszközkezelőnek. Felhívást teszünk az ingatlanok tulajdonosai felé, hogy ne tegyék azt, hogy engedik saját magukat kiforgatni saját ingatlanukból. Az eszközkezelő soha nem fog kiköltöztetni senkit. Az az eljárás, hogy az eszközkezelőnek fizetnek egy kicsit nagyobb összeget, így az eszközkezelő leveszi róla a kezét, és akkor így mindenki boldog, mert eladhatom a házat. Feladom a házat, kapok 2 millió forintot, amit majd elköltök valami szenvedélybetegségre. De a végén nincs házam. Még az eszközkezelőnél havonta fizetni kellett azt a 15-20, maximum 30 ezer forintot, ami már az eszközkezelő háza, egy olyan bérleti díj, ami kitermelhető. Még mindig kitermelhető. Eseti munkával is kitermelhető. Sem erkölcsileg, sem... nincs olyan, hogy ez valakinek meg elfogadható legyen. Egy normális értékrendű ember, állampolgár nem tesz ilyet embertársaival, hogy arra játszik, hogy földönfutóvá tegyen. És minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy ezteket el lehetetlenítsük. Engem felháborít az, hogy a bankoknak semmilyen kommunikáció nincs az önkormányzatokkal így módon, hogy amikor egy ilyen készül, akkor nem kérdezik meg esetleg egy elővásárlást vagy bármit. Ugye én mondtam, hogy a 19-ben ugye megvolt a terv, hogy mit szeretnénk megvalósítani 24-ig. Szerintem ez hiába volt Covid, Putyin intézett egy háborút. 85%-ban, 90%-ban teljesítjük azokat az ígéreteket, amit 19-ben megtettünk. Barnabás az 4-es, nem? A következő időszaknak a legfontosabb fejlesztése a telkeken kívül az, hogy aki anyagilag megteheti, az építkezzen, vagy be, egyre kevesebb olyan van, aki ezt megteheti. Hogy bérlakásokat kell építeni az önkormányzatnak, amit bérleti jogi értékesítéssel kell indítani. Így meg lehet szűrni a beköltözőket, de tisztességes környezetet lehet biztosítani azoknak, akik idéző saját ingatlanban szeretnének lakni, hiszen a bérleti értékesítés követően egy kedvező bérleti díjért tudnak élni, ingatlanban lakni, és amikor nehogy is úgy döntenek, hogy elköltöznek a településről, akkor a bérleti jogot ők értékesíthetik. Tehát az valójában egy ilyen záradékot is lehet. Szerintem ez lesz a következő időszak legnagyobb feladata, mert majd a testület kíváncsi lesz rá, talán Barnival már beszéltem róla, Endrével is, múltkor írtam egy anyagot a magyar oktatási rendszer átalakításáról, és jövő héten megyek a Mátrai Szeretett Szolgálathoz beszélgetni velük, de a legdurvább megállapításom az, és senki ne gondolja azt, hogy lázadok, csak elégedetlen vagyok,
hogy a 300 legszegényebb településnek van miniszterelnöki biztosan olyan név, hogy 300 felzárkózó település. De a 2000 lemaradónak, amit mi is vagyunk, nekünk nincs senki. Mondhatjuk azt, hogy a vidéket támogatjuk, de alapvetően a vidéket megöljük. Tehát mi küzdünk, mint Malacza Jégen, példát mutatunk sok település számára. Tegnap volt egy érdekes beszélgetés a Makony-Szent László polgármesterével. Ő is mondta, hogy Csepén az neki is példa. Ilyetem be egyszer sem találkoztam, és tetszett a buszmegálló, és felhívtam. És nagyon kevés az a testület, ahol növekszik a lakosság, vagy az a település, ahol növekszik a lakosságszám, nálunk ez növekszik. Ahol növekszik az iparizési adóbevétel, így mértékben, nálunk ez is növekszik. Ahol valamennyi intézmény olyan állapotban van, amilyen állapotban nekünk megvan, tehát alapvetően ilyenek nincsenek. És az új EU-s ciklusban a nagyjaink kitalálták, hogy nem is kitalálták, ez nem lehet szó, nem tudom. Megvilágosodtak, hogy az előző EU-s ciklusnak a nyertesége a városok. Ezért nem ismerik azt a szabályt, hogy a hibáinkból való tanulás képessége. Ezért most nem a városokat akarják fejleszteni, az agglomerációt. Egyszerű a kérdés, hol van az agglomeráció határa? 15 km vagy 20? Nekünk tök mindegy, mert mi 40-re vagyunk. És így nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesznek a települések, és azért nagyon sokat kell dolgozni. Talán hangot is kell adni elégedetlenségünk számára, elégedetlenségünknek, de az önkormányzatok helyzet a jövőben is rettentően nehéz lesz. Bár önkormányzat még mindig nem ment csődbe Magyarországon. Mi meg biztos nem fogunk csődbe menni természetesen. Ahonnan indultunk, visszatérve az elszegényedésre és az ingatlanokból való kisemmizésére, azon társadalmi rétegek számára, akiknek az alapvető mindennapjaik is nehézek. Én kérem a tisztelt képviselőtestet, valamennyi tagját, hogy ez ellen lehetőségei szerint tegyen, emeljen hangot, ismerőseit védje meg az ilyen garázdálkodóktól, és ezzel is próbáljuk szolgálni a szűk vagy tágabb értelemben vett közösségünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A testvértülés akkor véget ért. Istvánnak is köszönöm a hozzászólást. Mindjárt, és Platinának. Még lehetne egy kérdésem, mert a napi rendi pontban ez nem volt aktuális felvetetni, mert ehhez lett kérdezősbe, mert egy másik téma volna számomra. Kérdés, hogy ugye tavaly, amikor ide kerültünk szeptember 7-i elsülésen az önkormányzatban, akkor volt az elsülésen egy olyan kérdés, hogy egy 6 millió forintos megszavaztunk 6 millió forintot az önkormányzatnak, hogy a további működésre. A zöldbakonynak a további működésre. És akkor más képviselőtársam is ezt észrevette, de azt mondta, hogy majd fogja jelezni, nem jelezte. Én most szeretném megkérdezni, hogy arról volt szó, hogy Jóska azt mondta, hogy oké, megszavazzuk, de viszont részletes igazolástól, hogy mire lesz az eltöltve az a 6 millió forint. Na most, amit megkaptunk az Esztertől, azt az e-mailt, abban van egy 711 ezer forintos előadói díj, Varga Miklós énekes számára, 650 ezer forintos világítás, meg hangosítási díj, van egy 950 ezer forintos kiadás, ami a légvárnak a... Igen. És akkor, tehát mi akkor szeptember 7-én mi arra szavaztunk, hogy a további működéshez. Ugye előző nap is ezt már megbeszéltük telefonon, hogy a további működéshez kell. Most én ezzel úgy érzékelem abból az e-mailből, hogy arról nem volt szó, hogy vannak lukak, amiket be kell tömni, mert a légvár, a hangosítás, meg a Gavi csapatnak a fűnyírás, tehát az nem szeptember 7-e után történt, ezek előtte végzett munkáknak az összege. És akkor most abban a 6 millió forintban az van igazó, hogy az abból lett fizetve. Tehát nem arról lettünk tájékoztatva, hogy vannak elmaradt lukok, amit be kell tömni, hanem ezt az igazolást én nem tudom elfogadni arra a 6 millió forintra, mert az előtt az nyáron történt. Azok a kiadások. Igen, értem. És akkor az a 6 millió forint számunkra nincs igazolva.
Utána, ami történt, hogy az idősek napi, meg az ajándék, az oké. Az utána történt, de viszont ez a négy tétel elég komoly, mert a Gavi Kft-nek is 896 000, hogy mennyi. Tehát azok nyáron történt végzett munkák. Igen. A további működés biztosítása az azt jelenti, ebben az esetben, igen, és az elhangzottott is, és a jegyzőkönyvek ezt is tartalmazzák, hogy ezt megfinanszírozta az Ördög Nagy-Zsomit Kft. A település számára, hogy ezeket kifizette. A feladat, amit elsorolt, a légvár, a fűnyírás, a hangosítás, az ilyenetes egy irányú kérdést feltesz nekünk, és akkor ezt elküldjük a legköszönt alpolgármester asszonynak, hogy válaszoljon. Jó. Ez az öt lehetjog, az összes. Jó, csak ugye mi erről nem voltunk tájékoztatva, mert én nekem egyértelműen az volt, hogy akkor az 6 millió forint, a Horgy József Endre képviselőtársam személye mondta, hogy ezt akkor legyen róla. Persze, hogy mire, hogy miért elköltve? Akkor nagyon egyszerű elkölteni ennyi pénzt az Ördögbakonért non-profit Kft-nél, mert ha csak azt veszük, hogy mennyi élelmiszert veszünk a tevékenységhez. Az oké, de ugye ebben ezek másról szóltak, ezek a valóságok. Az előterjesztés is, ha emlékszik el képviselő, pontosan benne van, le van írva az előterjesztésben, hogy az Ördögbakonért non-profit Kft-nek három tevékenységkörre osszuk a feladatait. Igen. Az egyik a közétkeztetési feladatok ellátása, ami jól van finanszírozva, az egyik a település üzemeltetése, karbantartás feladat, teljesen bukó, tehát azt alapvetően a szerződés, ami megkötetett az önkormányzat és az Ördögbakony között, az alulfinanszírozza az Ördögbakonyt. A harmadik az pedig a vállalkozási tevékenysége, ami állt rendezvényszervezésekből, illetve áll a baloknak a takarításából és az fűnyírási költségek elszámolásából. Tehát ez a három volt, és az is benne van az előterjesztésben a szeptemberiben, hogy a falunapon felmerült egyéb költségek finanszírozását az Ördögbakonyért non-profit Kft. Már megtette, és ehhez kéri a hozzájárást, azt akkor az önkormányzat fizesse meg neki, hiszen neki ez nem volt így módon feladata. Csak a leköszönt alpolgármester asszony inkább elment, mint hogy rendezze azt, amit ő okozott. Én különben el tudom fogadni a képviselő, vagy az ügyvezető igazgató asszony beszámolóját, de ettől függetlenül én ezt a kérdést várom, és elküldjük legköszönt a polgármester asszonynak, hogy csak indokolja, és támaszta a ajánlatukkal majd azokat a kiadásokat, mert biztos megvan neki. Igen, nekem ugye az volt a furcsa, hogy a további működéshez. Tehát én azt gondoltam, hogy akkor innét ezzel majd a későbbi kiadásokat fog fedezni. Nem, a további működést itt úgy kell értelmezni, hogy ezeket a lyukakat, ahogy igen, a képviselő jelezte, az Ördögbakonynak nem volt feladata fenntartani, hanem csak eljárt a polgármesteri hivatal helyett, az önkormányzat helyett átvállalta a költséget, aminek nagyon egyszerű oka van. Az Ördögbakonyért non-profit Kft-nek bevétele származik a falunapból, és így áfa visszaigényesre jogosult. És azért tettük oda ezeket a költségeket, hogy legalább az áfát ne kelljen befizetni, mert ha az önkormányzat fizeti, akkor az 1 millió forint nettó, az 1 millió 270 ezer forintnak megy. Ha az Ördögbakonyért non-profit Kft. Fizeti, akkor ő az 1 millió forint nettó, az áfát vissza tudja igényelni, és ezért tettük annak idején oda. Ja. Jó? Köszönöm. Egyéb megjegyzés? Ja, köszönöm szépen.